A kormány alárendeltségében működő fenntartható fejlődési főosztály meghívására Romániába látogatott a világ egyik legnagyobb elismerésnek örvendő közgazdásza. Jeffrey D. Sachs professzor a fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés témakörű találkozón és konferencián vesz részt. Közös sajtótájékoztatón számolt be a fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés témakörben szervezett bukaresti konferencia munkálatairól Jeffrey D. Sachs közgazdász professzor és Borbély László államtitkár. Az előadásokon a gazdasági stratégia és növekedés, a tartós fejlesztés, fenntartható környezetvédelmi gyakorlatok és a szegénység leküzdésére hivatott politikák kerülnek terítékre a megbeszéléseken. A hosszú távú befektetés a gazdasági fejlődés kulcsa. Romániának erős állami és magánbefektetési erőfeszítésre van szüksége, és ennek a befektetési erőfeszítésnek pedig a fenntarthatóság felé kell irányulnia, amihez megújuló energiaforrások, korszerű technológiák, villamos meghajtású járművek például alapvetőek. A fenntartható fejlődési főosztályt államtitkári rangban vezető Borbély László elmondta, bízik abban, hogy a szakember segíteni fog Romániának a fenntartható fejlesztési stratégia véglegesítésében, és tanácsaival továbbra is támogatja az országot. Tárgyalunk ugye hetente különböző régiókkal, különböző olyan szereplőkkel, civil társadalom, az egyetemi szféra, ugye holnap Kolozsváron leszünk, és átveszi a Dr. Honoris Causa címet a Bábesbolyai Egyetemen, tehát ez a két nap azt jelenti számunkra, hogy remélem megnyertük a fenntartható fejlődés és Románia számára Jeffrey Sachsot, mint partnert. Jeffrey D. Sachs jelenleg világviszonylatban a legismertebb szakértő a fenntartható fejlődés és a globális gazdaság, valamint a szegénység leküzdése terén. Három ENSZ főtitkár és 20-nál több ország veszi igénybe a tanácsait ezeken a szakterületeken.